Többen tankolnak, érezhetően nőtt a benzinkutak forgalma a közelmúltban, és a teherszállítási díjak is mérséklődtek a csökkenő üzemanyagáraknak köszönhetően. Fejlesztési források. Mintegy 138 milliárd forint értékben írt ki 6 új pályázatot a vidékfejlesztési program keretében a miniszterelnökség. Művészeti képzés indul. 1 millió forinttal támogatta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Tiszadobi Gyermekvédelmi Központ fiatal tehetségeit. Érezhetően nőtt a benzinkutak forgalma a közelmúltban, és a teherszállítási díjak is mérséklődtek a csökkenő üzemanyagáraknak köszönhetően. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! 4 évvel ezelőtt egy liter 95-ös benzin még átlagosan 451 forintba került, jelenleg pedig 300 forinthoz közelít az ára. Az áresésnek köszönhetően sokan azok közül is gépkocsiba ülnek, akik korábban kevesebbet használták autójukat. A benzinfogyasztói ára 6 fő tételből áll. Ezek közül a jövedéki adót fix összegben határozták meg, ez jelenleg 120 forint literenként. Az áfa mértéke 27%, ami a jövedéki adót is terheli. Ez azt jelenti, hogy önmagában az államnak megfizetett kétfajta adó literenként 152 forint. A fuvarozó cégek költségeire is jelentős hatással van az üzemanyagárváltozás, azonban ez a költségcsökkenés jellemzően nem hoz számukra többletbevételt, mondta Sipos Zoltán, a Lerton Trans ügyvezetője. Hozzátette, a legtöbb szerződésük tartalmaz egy üzemanyagárindexet, így egyre olcsóbbak lettek a fuvardíjaik. Hát ugye azért nem teszünk részt, vagy szert extra profitra, ugyanis amit említettem, a multinacionális cégeknél tulajdonképpen leköveti az ármozgásokat az az indexálás, amit beépítettünk. Tehát meghatározott üzemanyagár emelkedés vagy csökkenés mellett kiszámított séma alapján a fuvardíjat is ez jelentősen befolyásolja. Tehát jelen pillanatban általában folyamatosan csökkentünk a megállapodott fuvardíjakon a multinacionális cégeknél, hisz mostanában lefele mozog az üzemanyagár. A benzinkúti ár összetevői között szerepel még a termelői ár, amely magában foglalja egyebek mellett az alapanyag árát, valamint a szállítás és a finomítás költségeit. Ezen túl az, hogy a dollár az elmúlt másfél év alatt megközelítőleg 40%-ot erősödött a forinttal szemben, szintén hatással van az üzemanyag árakra. Ennek következtében így kisebb mértékben ér el hozzánk az olajárzuhanás miatti benzináresés, de így is érezhetően megnőtt a hazai kereslet. Többet tankolok, örülök is neki, mert még emlékszem rá, hogy nem is olyan régen, majdnem 450 forint volt egy liter benzin, most meg ahogy néztem, azt hiszem 303 forint, úgyhogy ennek tulajdonképpen csak örülni lehet. Többet is autózunk, mert hát kevesebbe kerül az autókádás, mint ezt megelőzően. Az üzemanyagárak változása nagy mértékben, de nem teljes egészében köthető a nyersolaj világpiaci árához. Elemzők szerint a kőolaj kitermelésének magas volumene, vagyis hogy továbbra is túlkínálat lesz a nyersanyagból, a világpiaci ár további esését, így a benzinár csökkenését hozhatja. Pénteken újabb bruttó 6 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A gázolaj ára nem változik, értesült piaci forrásokból az MTI. A mérsékléssel a benzin átlagára 300-301 forintra csökken, a gázolaj ára 299-300 forint marad. Legutóbb szerdán változtak az átlagárak, akkor a 95-ös benzin ára bruttó 8 forinttal csökkent, a gázolajé pedig nem változott. Az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Február 15-éig kérhető az egyszerűsített bevallás a NAV-tól. Ezzel a lehetőséggel az élhet, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelyből munkáltató, kifizető adót, adóelőleget vont le. Ha valaki családi kedvezményt érvényesített, ingatlan adásvételből jutott jövedelemhez, illetve egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, szintén kérheti az egyszerűsített bevallás elkészítését. Továbbá azok az egyéni vállalkozók is választhatják, akik tevékenységüket egész évben szüneteltették. Az egyszerűsített bevallást a NAV rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti, és legkésőbb április 30-áig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az adózó elfogadja az elkészített bevallást, nem kell semmit tenni, az az adózó által benyújtott bevallásnak minősül.
Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, akkor az aláírt javított adatokkal kiegészített példányt május 20-áig kell visszajuttatni a hivatalhoz. A nyilatkozat február 15-ig elküldhető postán vagy az ügyfélkapun keresztül, vagy leadható személyesen is a NAV ügyfélszolgálatain. Gépek berendezések korszerűsítésére, építkezésre, anyagmozgató eszközök vásárlására, valamint energiakorszerűsítésre is pályázhatnak a gazdák az új vidékfejlesztési programban. Mintegy 138 milliárd forint értékben írt ki 6 új pályázatot a vidékfejlesztési program keretében a miniszterelnökség. A pályázatok az önkormányzatok, a mezőgazdasági termelők, valamint a magánjogi erdőgazdálkodók számára biztosítanak fejlesztési forrást. A frissen kiírt önkormányzatokat, termelőket és erdőgazdálkodókat érintő pályázatok beadásának határideje márciusra várható, mondta el televíziónknak Kovács Lajos, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal megyei kirendeltségének vezetője. Hozzátette, az élelmiszeripari feldolgozás, más néven ÉLIP területén változott a pályázati kiírás, így február 25-től fogadják be a pályázatokat. A tervezett 56 pályázati kiírásból mai napig 19 pályázati kiírás jelent meg. Ez mintegy 610 milliárd forint összeget takar. Jelen pillanatnyilag a mezőgazdasági termelőknek ilyen összegre van pályázati lehetőségük. A tegnapi nap folyamán 6 darab új pályázat jelent meg, ennek az összértéke 138 milliárd forint. A legjelentősebb összegű pályázat az az élelmiszerfeldolgozási ipar támogatására jelent meg, az mintegy 151 milliárd forint összeget takar. Ezen a pályázaton azok a mezőgazdasági termelők, mikro- és kisvállalkozók nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek már van egy lezárult üzleti évük, valamint feltétel még, hogy az összes árbevételük legalább felének mezőgazdaságból kell származni. A nem mezőgazdasági vállalkozásoknak is egy lezárt gazdasági évre van szükségük a pályázáshoz. Amire pályázhatnak, ugye mezőgazdasági termékek feldolgozása, Onex 1-es termékek feldolgozása, ami a Teaor 10-11-es kategóriába tartozik, tehát ez az élelmiszerfeldolgozás, illetve az üdítőital gyártás termékekre vonatkozik, kivéve alul a takarmánytáp előállítást, illetve a szőlőbor készítést, valamint a halfeldolgozást. Ezekre a feldolgozási termékekre nem nyújthatnak be pályázatot. A visszanemtérítendő támogatás mértéke 50%, egyéni vállalkozók és kistermelők maximum 500 millió forintig, konzorciumok 1,5 milliárd forint összegig pályázhatnak. Kovács Lajos arra hívta fel a gazdálkodók figyelmét, hogy folyamatosan tájékozódjanak, ugyanis a kiírásokban egészen a benyújtási határidőig történhet változás. Művészeti képzés indult Tiszadobon, miután a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 1 millió forinttal támogatta a Gyermekvédelmi Központ fiatal tehetségeit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság zenei eszközökre, valamint oktatók bérezésére pályázott. Ennek köszönhetően többek között dobfelszerelést és szintetizátort is kapott az intézmény. Művészeti képzés indul a Gyermekvédelmi Központban Tiszadobon, miután zenei eszközökre, valamint zenetanárok bérezésére és autentikus cigány tánc tanításához szükséges anyagi forrást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács egyik pályázatán. A nyitó rendezvényen a szervezet elnöke, dr. Hatala József emlékeztette a vendégeket a múlt évi program sikerességére, ahol hasonló pályázatnak köszönhetően tanulhattak a Mátészalkai gyerekek. Azt is hozzátette, sok a tehetséges fiatal, sokszor azonban a forrás hiányzik az oktatásukhoz. Tiszadobban 1 millió forintos segítséget kapnak ehhez. Ebből az összegből hangszereket vásároltunk. Ezeket a hangszereket úgy válogattuk össze, hogy tehát zenekart lehessen alkotni az ezeken játszó fiataloknak. Szintetizátort vásároltunk, gitárokat vásároltunk, illetve egy komplett dobfelszerelést. Természetesen ezeket ki lehet egészíteni egyéb hangszerekkel is. A hangszereken kívül a pályázat keretében autentikus cigánytáncoktatás, rakerül sor, illetve zenetanárokat foglalkoztatunk a pályázat keretében.
A most megvásárolt eszközöket közel 80 gyermek térítésmentesen használhatja majd. Ezek a rendőrség állományában maradnak, de az intézményben helyezik el azokat. Bertalan László, a Gyermekvédelmi Központ vezetője úgy nyilatkozott, reméli az oktatás beindításával egy együttest is alakítanak majd a gyerekek, akik a saját táncosaiknak énekelnek ezen túl különböző produkciókban. Azt várjuk a pályázattól, hogy a gyerekek a szabadidő hasznos eltöltését jobban fogják majd kihasználni. Tehát szeretnénk, hogyha ha nem egyéb utakon indulnának el, kevésbé rosszul használnák ki a szabadidejüket, nem a drog irányába, nem az erőszak irányába mozdulnának el, hanem értelmes célokat tűznének, és ezzel foglalnánk le magukat. A tervek szerint a tavalyi Mátészalkai kezdeményezéshez hasonlóan Tiszadobon is bemutatnak majd egy bűnmegelőzési témakörhöz kapcsolódó musicalt. A Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című produkciója, valamint Barkóczy Bea Vegyes Tál című estje zárta az idei táncfarsangot a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 20 pontos vereséget szenvedett Szombathelyen a Marsó-Nyíregyháza. Sitku Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen 94-74-re kapott ki a házigazda Falkó csapatától. Idegenbeli győzelemmel indította a tavaszi szezont a női kézilabda NB1B-ben a Kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese Kecskeméten kezdte a bajnokság második szakaszát és 30-20-ra verte a hazaiak csapatát. A Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című produkciója, valamint Barkóczy Bea Vegyes Tál című estje zárta az idei táncfarsangot a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban. A rendezvény sorozat programjában a közönség a kortárs balett és az indiai táncok mellett magyar néptáncot és modern táncokat is láthatott. Fellépett többek között az Igrice és a Nyírség táncegyüttes, Grecsó Zoltán és Bozsik Ivett társulata is. Karl Orff Carmina Burana című oratóriuma a 20. század egyik emblematikus, legnagyobb karriert befutott zenéje. A középkori vágáns énekekre a Szegedi Kortárs Balett koreográfusa Juronics Tamás alkotott lenyűgöző koreográfiát. A történet szerint egy civilizáció romjain tengődő, életben maradásáért küzdő közösség rituálékkal teli életébe pillantunk be, akik félelmeikkel harcolva, ösztöneik által vezérelve próbálják átvészelni, amit a sors rájuk ró. A csalódások, örömök, félelmek megélésével egyre többet tudnak meg lehetőségeikről, emberi mi voltukról. Az emberek nagy része ismeri ezt a művet és szereti, mindig hatással van rá, tehát Karl Orffnak azért sokat köszönhetünk, de sikerült azt gondolom egy olyan történetet írnom mellé, ami kapcsolódik valamelyest ezekhez a vágáns dalokhoz, amik egy emberi, szép, szívhez szóló történetet mondanak el, és ezáltal még nagyobb a zene hatása, ereje, és hát mindig jók a táncosok is, tehát az ő mozgásuk élvezete is segíti a nézőt abban, hogy gyönyörködtető est legyen ez mindig. A 2001-es bemutató óta a társulat hatalmas sikerrel táncolja a művet a világ számos színpadán. Sorolni is nehéz lenne, hogy merre felé jártunk, Egyiptomtól Mexikón keresztül, Mexikóban is legalább 40 előadást játszottunk, Európa majdnem minden országában nagyon komoly francia turnénk volt, olaszországi turné, Németországban nagyon sok városban, kb. 20 városban voltunk, de a környező országokban is mindenhol, egészen Cseh, Szlovák, Bulgária, Szerbia, Szarajevóban is volt. Tehát egyszerűen felsorolhatatlan, mennyi felé jártunk. Izraelben is többször is voltunk vele. Úgyhogy valóban egy sikerszéria van már mögöttünk, körülbelül 300 előadás, tehát egy majdnem egy operett széria. A Molnár Zsuzsa tervezte látvány elválaszthatatlan része az összhatásnak. A 15 táncos, a koreográfia, valamint Karl Orff zenéje együttesen záloga a sikeres produkciónak, melyet a nyíregyházi közönség is vastapsal jutalmazott a táncfarsangon. A
20 pontos vereséget szenvedett Szombathelyen a Malsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen 94-74-re kapott ki a házi gazda Falkó csapatától. A nyíregyháziak szombaton a Szegedet fogadják. A keretből kikerülő Lekli József nélkül lépett pályára Szombathelyen a nyíregyházi együttes, amely legutóbb 10 éve tudott győzni a Vasi városban. Az első negyedet 23-15-re, a másodikat 25-18-ra nyerte a fiataljait már az első fél időben pályára küldő házigazda, és a játék képe a folytatásban sem változott. A harmadik 10-4, a negyedik 1 ponttal lett a Falkói, amelynek győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, a nyíregyházi gárda pedig sorozatban 8. vereségét szenvedte el. Eljönni Szombathelyre és egy futós játékot játszani öngyilkosság. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban kellene kontrollálni a támadójátékot. Ugye mindenki azt mondja, hogy a védekezés adja meg egy csapatnak a formáját és a külalakját. Igen, de ha bután támad valaki, akkor nem lehet védekezni. És éppen ezért kértem, hogy kontrolláltan próbáljunk meg támadni, és abból tudunk majd visszarendeződve kontrolláltan védekezni. 6-3-ig ez működött. Utána úgy éreztük, hogy ez rendben lesz, és majd nekünk lesznek sikereink, ezért felborítottuk ezt a taktikát. Ha emlékeznek rá a nézők, közelről elvállaltunk egy hármas indításból, visszaindítás. Aztán 2-3 buta támadás, mi kidobálgattuk a labdát, eladtuk a labdát, és ezekből a Szombathely megszerezte az előnyét, utána pedig már csak futottunk az eredmény után. A hazaiak edzője szerint végig irányításuk alatt tudták tartani a mérkőzést. Azt gondolom, az első perctől kezdve egy olyan ritmusba játszottunk, és megtaláltuk a Nyíregyházának azt a gyenge pontját, amit kértem, hogy támadjunk. Nem voltak rosszak, mert visszajöttek a mérkőzésbe, és dobtak mindig, nem hagyták magukat leszakítani. Azon, amikor elmentünk 15 ponttal, mindig volt náluk valaki, aki tudott kosarat szerezni, és tényleg nem tudtuk, gondolom, kivégezni őket, de annak örülök, hogy minden játékosom lehetőséget kapott, és volt, aki ért vele, volt, aki kevésbé, de mondom, örülök arra, hogy mindenki pályára tudott lépni, és nyert, egy magabiztos győzelmet tudtunk aratni. A forduló további eredményei Kaposvár-Albafehérvár 88-83, Szeged atomerőműese 71-90, Jászberény-Kecskemét 95-88, Mavsz-Pécs 87-71 és Sopron-Körment 61-80. A tabella élén az atomerőműese áll 14 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 13 győzelmet számláló Szolnokot. A Malsó-Nyíregyháza 3-14-es mutatóval a 13. helyen várja a Szeged-Szombati vendégjátékát. A mérkőzés 16 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20:30-tól láthatják az összecsapást. Idegenbeli győzelemmel indította a tavaszi szezont a női kézilabda NB1B-ben a Kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese Kecskeméten kezdte a bajnokság második szakaszát, és 30-20-ra verte a hazaiak csapatát. A KKC pénteken az Orosházát fogadja. A bajnokság első meccsén hazai környezetben döntetlen játszott a Kecskeméttel a Kisvárda, amely 2 hete a főpróbának számító dobókupán legyőzte riválisát, így vendégként is a siker reményében lépett pályára a tavaszi nyitófordulóban. Jól indította a meccset a KKC, az első fél időben 4 gólos előny szereztek lévaiék. A második játékrész derekán átvette a vezetést a házigazda, aztán viszont sebességet váltott a Kisvárda, és a hátralévő 13 percet 12-1-re megnyerve magabiztos 10 gólos győzelmet aratott Rácz Sándor együttese. Jó kondicionális állapotban van a csapat. Nagyon sokat ütköztünk, harcosan védekeztünk. Ez egyre inkább az arculatát jelenti a csapatnak, tehát több csapat is próbálkozik ezzel az agresszív, de azt hiszem, hogy nálunk a harcosság hőfoka talán ennél is magasabb színvonalon van. Ültek a kontrajátékok, és hát volt egy Solc Andi, aki korábban ugye már ott védett, és olvasta egyre inkább hitehagyott lövéseiket. Nem kell messze menő következtetés levonni, hisz még nagyon sok bajnoki meccs van hátra, de talán ezzel a nyitó mérkőzéssel egy kicsit felvertük a port magunk körül. Többen odafigyeltek, ahol én láttam, nem csak arra, hogy külföldi játékosaink vannak, hisz a többi csapatnak is van, hanem egy kondicionális szinten is, és a tanulásban is, mind támadó, mind védő tevékenységben egy picit előrébb léptünk.
A kisvárdai KC 5 idegenbeli mérkőzést követően pénteken ismét hazai környezetben lép pályára, 17 órai kezdettel az Orosházát fogadja Rácz Sándor együttese. Most már szerintem minden csapat ellenünk úgy készül, hogy a kisvárdától tartani kell, tehát biztos, hogy odafigyelve jön az Orosháza. Két kettős játékengedő játékost igazoltak Csabáról most a szünetbe, ettől függetlenül mi készülünk a mérkőzésre, nem akarjuk túlkészülni. Hazai pályán nagyon-nagyon rég játszottunk, de mindenképpen a győzelem irányába szeretnénk játszani. Az NB1B keleti csoportjának élén az Egri Eszterházi főiskola csapata áll 25 ponttal, megelőzve a 24 pontos Kispestet és a 21 pontos Kisvárdát. Az Orosháza 17 ponttal a 6. helyen várja a pénteki mérkőzést. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Érezhetően nőtt a benzinkutak forgalma a közelmúltban, és a teherszállítási díjak is mérséklődtek a csökkenő üzemanyagáraknak köszönhetően. 4 évvel ezelőtt 1 liter 95-ös benzin még átlagosan 451 forintba került, jelenleg pedig 300 forinthoz közelít az ára. Az áresésnek köszönhetően sokan azok közül is gépkocsiba ülnek, akik korábban kevesebbet használták autójukat. Gépek berendezések korszerűsítésére, építkezésre, anyagmozgató eszközök vásárlására, valamint energiakorszerűsítésre is pályázhatnak a gazdák az új vidékfejlesztési programban. Mintegy 138 milliárd forint értékben írt ki 6 új pályázatot a vidékfejlesztési program keretében a miniszterelnökség. A pályázatok az önkormányzatok, a mezőgazdasági termelők, valamint a magánjogi erdőgazdálkodók számára biztosítanak fejlesztési forrást. Művészeti képzés indult Tiszadobon, miután a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 1 millió forinttal támogatta a Gyermekvédelmi Központ fiatal tehetségeit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság zenei eszközökre, valamint oktatók bérezésére pályázott. Ennek köszönhetően többek között dobfelszerelést és szintetizátort is kapott az intézmény. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat továbbra is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel, akár hóval. Péntektől ismét enyhébb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, ezért folytatódik a változékony időjárás. Éjjel változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nem valószínű, éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 fok körül alakul. Holnap napközben eleinte több-kevesebb napsütés valószínű, majd a nap második felében többnyire erősen felhős lesz az ég. Estétől többfelé várható eső a magasabban fekvő helyeken, havas eső, havazás is lehet. A délkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, gyakran számíthatunk esőre, záporra, ezzel együtt marad az enyhe idő, fagy még az éjszakai órákban is csak kevés helyen lehet.